legkisebbekre is gondoltak a Babits Mihály Művelődési Ház dolgozói, amikor összeállították, hogy milyen programok szerepeljenek a Női Kavalkád elnevezésű egésznapos rendezvényükön. A programsorozat iránt nagy volt az érdeklődés. Ma eljöttünk a kislányommal egy kicsit csajoskodni a nőnap alkalmából. Úgy gondoltuk, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen ajánlatok. Krémeket szeretjük, ékszereket szeretjük, a levendulát is imádjuk, azt is meg fogjuk nézni. És hát úgy gondoltam, hogy a kislányommal egy kicsit körülnézünk. Ezt tettem, és ez a jel szép. Igen, nagyon szép. És ott a fordott jutó egyik fel rózsaszín, és a másik fel meg piósz. A szebbnél szebb ékszerek mellett táskákat, naturkozmetikumokat és számos más a nők számára fontos termékeket lehetett megvenni a csajos cuccok vásárán. Ezen kívül egészségügyi állapot felmérésre és szépségtanácsadásra is jelentkezhettek az érdeklődők. Amit én most szeretnék elsősorban bemutatni, az a smink, a stílustanácsadás, a színek fontossága, akkor egy-két ilyen anti-aging masszázs technika, és hogy miért tartom én ezt fontosnak, hogy a nők foglalkozzanak magukkal. Szerintem, ahogy ezt te is említetted, ez egy ilyen külső-belső harmóniára való törekvés, vagy tehát a kisugárzás, az nyilván nem csak a külsőségeken alapszik, de hogy nagyon fontos, hogy foglalkozzunk vele. Egyrészt én azt gondolom, hogy mint a sminknél is sokszor el szoktam mondani, hogy én azzal nem értek egyet, hogy mondjuk maszkírozzuk el magunkat olyan szinten, hogy felismerhetetlenek legyünk, hanem mindig ezt a rásegítés úgymond, vagy hogy csak a saját szépségünket kihangsúlyozzuk, inkább így ez a lényeg. És hogyha ezt tudjuk kombinálni még különböző olyan ilyen fiatalon tartással, hogy mondjuk a kozmetikai kezelések, hogy a színek fontossága, hogy mondjuk, hogyha arról beszélünk, hogy ezek az évszaktípusok hogy határozzák meg mondjuk ennek az összességét, akkor emögött azt kell látni, hogyha mondjuk meghatározzuk egy embernek a színtípusát, akkor azzal a kisugárzását segítjük elő. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy fehérbőrű emberem milyen szín van, egy barna bőrű emberem milyen szín van, és hogy ennek ilyen 1 millió változata létezik, amivel a megjelenésünket tudjuk egyébként így hangsúlyozni. Nem mindegy tehát, hogy ki milyen színt visel magán, hiszen az is befolyásolhatja a napi hangulatát. Ami szerintem fontos, hogy a nőiességünket hangsúlyozzuk ki, és ez igazából teljesen mindegy, hogy 15 éves vagy 60 éves, nyilván függenek élethelyzettől. Tehát, hogyha van valakinek most egy élethelyzet válsága, arra is ráfér, hogyha fiatal vagy, akkor is rád fér, mert akkor még most indulsz az egész életedbe, akkor azért fontos. Az egyik alapvető tanács a nőiesség hangsúlyozása, azonban nem csak a fiatal és a középkorosztály érdeklődött a nőnapi programok iránt. Érdekelnek ezek az előadások, amik most lesznek, és meg ez az egészségfelmérés, meg ilyesmi állapotfelmérés, ez nagyon jó dolog. És az is jó, hogy már idáig eljutottunk, hogy találkozhatunk mindenkivel, akit vehetünk, vásárolhatunk, nyugodtan reméljük, hogy így is marad. Most meghallgatom a Viktoriát, és akkor utána elmegyek és megnézem ezeket az energia, meg oxigénfelmérés, meg ilyesmi. Most körbenéztem a krémeket, ezeket a naturkrémeket. Egyébként tényleg nagyon jók, és akkor utána egy kicsit vásárolok majd ebből abból. Nem csak a megfelelő külső megjelenésről, vagy a test egészségügyi állapotáról tudakozódhattak a jelenlévők, lélektani előadásokat is meghallgathattak. Borbandi Viktória családterapeuta a női szerepekről beszélt a hallgatóságnak. Nagyon sokféle problémával jönnek párkapcsolati krízisben, jönnek válás után gyereknevelési problémákkal. Többen jöttek mostanában kamaszokkal kapcsolatos nehézségekkel, a kamasz gyereknevelésével kapcsolatos problémákkal, de jöttek már gyászterápiába is családi szinten. Úgyhogy nagyon változó az, hogy éppen egy családot mi terhel meg annyira, hogy eljönnek egy terápiába. Azt gondolom, hogy egyre nehezebb élethelyzetekkel jönnek hozzánk, tehát azt tudom elmondani, hogy
még korábban, 10 évvel ezelőtt egy üres fészeknek nevezett helyzettel eljöttek, amikor csak annyi volt a probléma, hogy a fiatal felnőttek elhagyták a családot. Most ettől sokkal összetettebb, nehezebb élethelyzetekkel jönnek. Nekem a legnagyobb döbbenetem az volt, amikor pici volt a gyerekem, akkor csináltam először szereptortát, és azt vettem észre, hogy kimaradt róla a női szerepem. Én annyira csak anya voltam, hogy egyszerűen nem fért oda már, hogy még nő is legyek, és aztán persze ezen kellett dolgozni, mert hogy ez így nem volt azért nekem jó. Gyakran csodálkoznak rá, igen, amikor megkérjük, hogy készítsenek időmérleget, készítsenek szereptortát, ahogy azt az előadásomban is említettem, hogy olyankor van egy ilyen aha élmény, hogy hűha, hát én nem hagytam elég időt önmagamra, nem hagytam elég időt a párkapcsolatomra, miért is csodálkozom, hogy nem működik, vagy nem megy. A mai nőknek nagyon sok az én erejük, és úgy gondolom, hogy ezt ne felejtsék el, hogy erőforrásaik azok, én úgy látom, sokszor kimeríthetetlenek, bár néha ezt nem érzik úgy, de hogy amikor egy kicsit úgy pozitívan meg tudják nézni, kicsit távolabbról az élethelyzetüket, akkor újra erőt tudnak meríteni, és tudják vinni tovább az életüket. Nagyon jól tudják, hogy hogyan tudnak töltekezni, csak abban érdemes felhívni a figyelmet az időbeosztásukra, életvitelükre, hogy ne felejtsék azt el, hogy ezt megengedhetik maguknak, és nagyon fontos, hogy megengedjék maguknak. Hogy egy picit megálljanak, feltöltődjenek, és önmagukra is figyeljenek. Többek között ezért jött létre ez a nap, és bár délelőtt volt, rengeteg nő érezte úgy, hogy megérdemelnek egy kis kikapcsolódást.